Sziasztok! Arra gondoltam, hogy ma is egy kis leülős és egy kis szívhez szóló videót szeretnék csinálni. És szembe jött velem egy ige, ebbe a Mai Ige című újságrovatba, és pár dolgot kiemeltem, amit szeretnék felolvasni ennek a cikknek a részletéből, úgyhogy ha van kedvetek, akkor tartsatok velem. Ez az ige, ez a korintusiakhoz írott levélbe van, az 1 Korintus 6.12. Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de nem válok semminek a rabjává. Attól, hogy valami legális, nem jelenti azt, hogy lelkileg is helyén való. Ha úgy élnék, hogy bármit megteszek, amiről azt gondolom, hogy megúszhatom, akkor a szeszélyeim rabjai lennék. Jogod van szórni a pénzt, ahogy tetszik, de ne panaszkodj, ha a végén adósság folytogat. Jogod van azt nézni a tévében vagy az interneten, amit akarsz, de a rossz hatásoknak való kitettség elkerülhetetlenül gyengíti a jellemedet, megfoszt az önbecsülésedtől és rabszolgává tesz. A jellemünk a nap folyamán meghozott döntéseink összessége. A rossz szokásokat jó szokásokra kell cserélned, és ez az egyetlen ember, aki ezt megteheti, te magad vagy. És annyira mélyen érintett ez a dolog, mert most, hogy közeleg a karácsony, az ünnepek, látom, hogy nagyon sokan vannak, akik hiteleket képesek felvenni azért, hogy egy-egy fotó erejéig minél nagyobb dobozt csomagoljon ki a gyerek, és vajon ebből mi az, amit ő értékelni fog. Hogy az ünnepnek mostanában egy kicsit elment az a szelleme. És itt ennek a mindent szabad nekem igazából, ezen az elven nagyon-nagyon sokan élünk, hogy én megtehetem, én bármit megtehetek. És hiába van valakinek sok pénze, de lelke nincs, vagy ha lelked van, de sok pénzed nincs, boldogabb tudsz lenni. És ezt csak így zárójában szeretném a saját kis megjegyzésemet hozzátenni, de szerintem a saját életünkre is kihatással van ez az ige. És én a kis saját napjaimat is, ha átgondolom, hányszor hozok olyan döntést, hogy leülök, és nézegetem az Instagramot, és utána azt nézem, hogy ó, tényleg, hogy ez milyen gyönyörű, hogy neki milyen jó, pedig az nem más, csak egy fénykép. És ezt egyszer az egyik tanárnő mondta nekem, hogy ő az iskolában nem csinál a gyerekekről képet, mert hogy nem tudjuk, hogy a kép mögött mi van. És ez annyira mélyen belém ivódott, hogy tényleg egy-egy fényképért képesek az emberek. Láttam jó múltkor egy olyan családot, ahol az anyuka olyan tortát rendelt a gyerekének, amit abszolút nem is szeret, mert hogy az ő körükbe, ő baráti körükbe mindenki, minden gyereknek ilyen volt, és ezáltal, hát nehogy az ő gyereke maradjon ki, pedig a gyerek frászt kap attól a tortától, hogy nem szereti se azt a mese figurát, se azt az ízesítést, de a fotó erejéig mégis, mert hát ez a trend. Na most, hogy ezt a trendet visszük folyamatosan tovább, hogy mindenből a legújabbat akarjuk, mindenből a legjobbat, hogy az, hogy például bemész egy bútorboltba, és meg tudsz venni bármit úgy, hogy nincsen pénzed, mert kapsz rá hitelt, mert ez az államnak jó. De mit mond az Istennek az igéje? Hogy vajon ez jó, ha elővesszük a Bibliát, hány olyan dolgot találunk benne, ahol az Isten figyelmeztet arra bennünket, hogy ezt ne csináljuk. Nagyon sokszor jön velem szembe ilyen ige, ami csak egy kicsit is arra terel, hogy próbáljunk meg megelégedni azzal, amink van. Vagy ha többet szeretnénk, akkor próbáljunk áldozatot hozni érte, akár a több munkát, akár azt, hogy ne feltétlenül hitelre vegyünk meg mindent. Mert az Isten megelőlegezte nekünk azt a szeretetet és azt a megbocsátást, amiért ő megváltott bennünket. De mi ne előlegezzünk egy banknak, egy akárminek olyan dolgokért, ami nem fontos, ami nem létszükség, ami kényelem, ami luxus. És hogy ebbe benne van minden, hogy nekem minden szabad, csak nem minden használ. Vajon mennyire van jó hatással az én elmémre, az én lelkemre az, amit nap mint nap látok? Hogy elvárjuk gyakorlatilag egy gyógyszertől azt, vagy egy étrendkiegészítőtől, hogy azáltal fogyjunk le.
vagy beveszünk egy kapszulát, és szép lesz a bőrünk, vagy bármi ilyesmi, mert hogy ezt súlykolja ránk folyamatosan a közösségi média. És mi nem befele fordulunk, és nem a saját lelkünket nézzük, hanem minél inkább nagyon messze nézünk. A mai világban mi egyszerű emberek láthatjuk gyakorlatilag a hollywoodi színészeknek az életét, és ahhoz hasonlítsuk magunkat. Na most régen az azért egy kicsit más volt, mert régen sokkal inkább korlátozva voltak, hogy mi az, ami megjelent az újságokba, a tévékbe, és gyakorlatilag saját magadat, maximum a szomszédodhoz vagy a környékbeliekhez tudtad hasonlítani. Ami nem adott neked egy olyan, hát undort saját magad által, hogy te nem vagy olyan szép, hogy neked nem olyan toppos a lakásod, mert ott a valóságot láttad. Átmentél a szomszédodhoz, mit tudom én, két szem tojást kölcsönkérni, és láttad azt, hogy az ő gyerekei is futkosnak, hogy nála is van egy kis kupi, hogy sepreget kint, most pedig felmész az Instára, a Facebookra, a YouTube-ra, a TikTokra, a mit tudom én, hogy hova, és azt látod, hogy minden fullos, és minden egy plakátvilág. És hogy hiába tehetjük meg azt mi, hogy mi is csinálunk magunknak egy fullos plakát világot, egy tökéletes életképet egy fénykép erejéig, vajon ez megéri? Vajon megéri azt, hogy mit tudom én, egy szuper bulit készíts elő mondjuk 3 órán át, azért, hogy a dekoráció tökéletes legyen, és a fotókon hibátlanul nézzen ki az a buli, és magára az eseményre 20 percet van, mert a többi az előkészületek, meg a gics, amit mutatni akarsz. A helyet, hogy leültetek volna 3 órába, és kitettetek volna mondjuk 2 szem lufit egy gyertyával, viszont 3 órán át jól éreztétek magatokat. És azt látom, hogy egyre inkább képmutató világba élünk mindannyian. Mert hogy mindenki erre törekszik, hogy az tökéletes legyen. Régen, pont azt beszéltük itt az egyik anyuka közösséggel lent itt, amíg a gyerekeink játszottak, hogy régen a karácsony az arról szólt, hogy összegyűlt a család a nagymamánál, aki főzött, tényleg főzött pár félét, meg volt egy kis sütemény, ami nem került a fotókra. Hogyha megnézitek a régi fotóalbumokat, akkor nekünk a régi családi képeken, mondjuk egy ünnepen, egy karácsonykor, van egy közös képünk, amit a nagypapám, tudjátok, ezzel a kattintós régi fényképezőjével lőtt rólunk, a karácsonyfa előtt, ami rajta volt az egész család, de eszük ágában nem volt továbbiakban a fényképezőgéphez hozzányúlni, eszük ágában nem volt az ajándékokat lefotózni, a kaját, a mit tudom én karácsonyi bögrét, a kötött sapkát, a akármit, hanem kijöttek és beszélgettünk. Társasoztunk, játszottunk az új társassal. De nem úgy, hogy elővesszük, és csinálunk róla egy fényképet, aztán tedd el, mert ebből elegem van. Hányan élünk így? És bármit megtehetünk, csak nem minden hasznos, ahogy az ige is írja, hogy hiába tehetjük meg a mai modern világban rengeteg kütyüjeinkkel, hogy kirakunk mindent, ami minden csodás, de vajon van értéke? Vajon, hogyha így felülről látja ezt az Isten, akkor erre azt mondja, hogy igen, én ezt akartam ma üzenni neked, én azt akartam, hogy így teljen el a napod, vagy nem. És ezt senki felé nem ítélkezés, ne értsétek félre. Én saját magamnál is látom azt, hogy napról napra dolgozom azon, hogy mindent másképpen, más szemüveggel lássak. Hogy mást tartsak értéknek, hogy ne menjek bele olyan dolgokba, hogy részletfizetések egy-egy kanapéra, vagy akármira, hiszen még a régi is jó, hanem akkor próbáljak meg ott lenni, amikor odáig jutottam mondjuk anyagilag is. És ezek nagyon-nagyon érdekes dolgok, de tényleg, ha csak egy gondolatot visztek ebből a mai videóból a szívetekig, akkor tényleg mindent szabad nekem, de nem minden használ. Próbáljunk meg olyan dolgokat csinálni, ami használ, és nem csak nekem, hanem amit az Isten jó szemmel néz, és ami az emberekre, a körülöttünk lévő ajándékokra, mert az, hogy mi
Úgy lettünk teremtve, hogy körülöttünk barátok, család, ismerősök, munkatársak, szomszédok vannak, az igenis egy ajándék. Ajándék, hogy az emberek itt vannak egymásnak, és kapaszkodhatunk egymásba, még akkor is, ha mi néha bután kezeljük ezt, és néha az emberekben nem a jót, hanem a rosszat látjuk, vagy a rosszat váltjuk ki, vagy akár feltételezzük. Úgyhogy hát ennyi lett volna ez a mai kis gondolat, remélem, hogy tetszett nektek. Áldott napot, sziasztok!